Miskolcon járt az öt tusát, a futás-lövészet kombinációját a Laser Runt népszerűsítő országos programsorozat. Az egész országot felölelő hatállomásos turnét a Magyar Diáksport Szövetség szervezte azzal a céllal, hogy népszerűsítse, megismertesse a fiatalokkal az öt tusát, a sportág versenyszámait. De a talán legjobb reklám a sportágnak a Lézerre névre keresztelt rendezvénynek az volt, hogy Gulyás Michel megnyerte a párizsi olimpiai öttusa versenyt, a DVTK sportolója Guzi Blanka pedig az utolsó tusát a Lézerrend megnyerve zárt a negyedik pozícióban. A rendvédelmi technikum adott otthont a hatállomásos országos népszerűsítő kampánysorozat 5. miskolci állomásának. Miskolci és környékbéli általános iskolások több százan vettek részt a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett rendezvényen, mely során a diákok kipróbálhatták a versenyekkel szinte teljesen megegyező lebonyolítással a futás-lövészet kombinációját, a lézerránt. Mindeközben a legkisebbek korosztályos világversenyeken dobogós helyeken záró miskolci utánpótlás öttusázók segítségével sajátíthatták el a sportág alapjait. De lehetőség nyílt kipróbálni a lovaglás helyére belépő új tusát, az akadálypálya gyermekeknek szánt verzióját is. A vívás, a lövészet és a ugrálóvárral találkozhatunk. A gyerekeknek a többsége nyilván az ugrálóvárhoz ment, de szerintem nagyon jó volt a vívás is, a lövészet is, nagyon jó programok. Olimpián, meg ezekkel már találkoztam az öttusával, de így még sportolni nem. Nekem a vívás volt a legjobb. Azért, mert én még életemben nem próbáltam ki a vívást, és most kipróbáltam elsőnek, nagyon megtetszett, és kb. Ennyi. A tanárommal is vívtam, de mondta nekem, hogy ő sokkal magasabb, ezért üssem el a vívását, és szúrjam meg, mert én kisebb vagyok, meg még, hogy kerüljem ki a szúrását, és szúrjak gyorsan vissza. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy ez teljesen játék volt, vagy oda kellett koncentrálni azért nagyon ahhoz, hogy minden tusában mindent meg lehessen csinálni. Én azt tapasztaltam, hogy sokkal nehezebb így játékosnál, de az akadálypálya nagyon tetszett az is, de főleg a lövészet is nagy, kb. Mind a három tetszett. Nekem most a lövészet, az nagyon tetszett, az most nagyon jó volt, de az akadálypálya is nagyon jó volt. A vívásban nem találtam meg azt a, az nem az én sportom, de a lövészet az jó volt nagyon. Miután két ifjú sportiskolásról van szó, csak félig elméleti a kérdés, ami arra vonatkozott, hogy ha jön egy edző, aki azt javasolná, hogy kezdjenek el foglalkozni az öttusával, akkor elmennének, kipróbálnák? Kipróbálnám, de én sportolok már kosárlabdát, szóval nekem az a favorit. Én elsőnek elmennék kipróbálni, de nekem a foci a fősportom, és szerintem tartanám a focit, de eljönnék kipróbálni. A sportággal ismerkedő, először találkozó, önfeledten játszó gyerekek nem is biztos, hogy tudták, hogy a díszvendég Guzi Blanka a nyári olimpián úgy lett negyedik, hogy ezt a tusát megnyerte. Az öt tusát a Lézerrend népszerűsítő rendezvényen kértük beszélgetésre az olimpikont, ugyanis az ötkarikás játékok után egy jól megérdemelt pihenőt kaptak az öt tusázók, köztük Blanka is, de sok esetben az volt a pihenés, hogy az ilyen, vagy ehhez hasonló népszerűsítő eseményekre, élménybeszámolókra hívták őket. Hál' Istennek most el vagyok ilyen időzés jó kötelezettségekkel, amiknek azért nagy öröm így eleget tenni, mert azt gondolom, hogy egy ilyen sportolónak ez is a kötelessége, hogy amit ő kapott esetleg az elődeitől, a sportolóktól, vagy olimpikonoktól, azt már ő maga tudja visszaadni a gyerekeknek, vagy bármilyen korosztálynak a képviselőinek. És tényleg számomra ez felemelő érzés, hogy olyan gyerekekkel találkozhatok, akik isszák a szavaimat, és csillogó szemekkel néznek rám. Úgyhogy fantasztikus érzés ezt megélni, így már erről az oldalról. Most már nem csak a hallgatói oldalról, hanem az előadói oldalról is. Természetesen a sportot kedvelők szerencsére nagyon széles magyarországi táborának nem kell bemutatni az öttusát, de mégis a sportág népszerűségének egy új dinamikát, lendületet adott a párizsi olimpiai játékok remek öttusa sikere.
amihez Blanka is nagyban hozzájárult. Így van, ugye a sportágak nagy része azért olimpiacentrikus, olimpiai időszakokban, ciklusokban gondolkoznak, az ötvösa sincs másképp, és itt szeretném megegyezni, hogy tényleg az, hogy most ennyire jól sikerült az olimpia, hogy lett egy aranyérem Gulyás Michel révén, azért nagyon szerintem megdobta esetleg a sportágnak a, nem mondom, népszerűségét, de hogy ismertségét is valószínűleg, de emellett nagyon fontos megemlíteni, hogy volt egy nagyon-nagyon sikeres világbajnokság is, ahol azért lett egy egyéni világbajnokunk Böhm Csaba révén, ami szerintem fantasztikus teljesítmény, úgyhogy Erdős Rita és Szép Balázs is felállt a dobogóra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kitettünk magunkért az évben, így öttusázók, és nagyon örülök neki, hogyha ezzel tudtunk motiválni esetleg gyerekeket, hogy kezdjék el ezt a gyönyörű sportágat. Diplomatikusan kihagyta Blanka az általa óriási versenyzéssel elért olimpiai negyedik helyezést, amit úgy ért el, hogy az utolsó tusát megnyerte. Ez pedig a Lézerrán volt az a tusa, aminek népszerűsítését célozta az országos roadshow. Rá is kérdeztünk, milyen érzés Blankának, hogy a kedvenc száma ilyen sok gyermeket mozgatott meg? Így van, mindig ilyen lélekmelengető, amikor egy lézerranos eseményre hívnak, vagy jövök, mert nekem azért ez a nagy kedvenc számom az öttusában, és szerintem ez a gyerekeknek is egy akkora élmény lehet, hogy itt test közelben meg tudnak fogni egy pisztolyt, megláthatják, hogy milyen is ez valójában, és azért ne felejtsük, hogy Miskolcon erre van lehetőség, hogy ezt valaki versenyszinten is űzze, úgyhogy én is innen indultam, itt vagyok még mindig Miskolcon, remélem, hogy ez mindenkinek egy nagyon jó bizonyíték, hogy igenis Miskolcról is el lehet jutni egy olimpiára például. Hogyan kezdődött a kapcsolat az öttusával, illetve mit tapasztal a Párizsban negyedik helyezett olimpikon? Az ilyen vagy hasonló rendezvényeken mi fogja meg a gyermekeket? Szerintem ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk. Nekem azt tetszett meg legjobban az öttusában, hogy mennyire sokszínű. És én személy szerint nem éreztem magam soha semmiben ilyen nagyon kiemelkedőnek, vagy az, hogy én nem tudom, a futásban úgy teljesítettem, hogy megnyertem mindent. Ilyet nem nagyon éreztem, viszont azt éreztem, hogy a sportágnak a többségéhez úgy az átlagtól jobban tudtam teljesíteni, vagy átlagtól jobb ügyességgel voltam megáldva. És éppen ezért tetszett szerintem meg az öttusa, mert itt nem az lesz jó öttusázó, aki az egyik számban nagyon-nagyon kiemelkedő, mert azért csak ötből áll, és valahogy ki kell egyensúlyozni ezt az ötöt. A vívással még azért küzdködök, ezt tudni kell, de nagyon izgalmas nekem saját magamnak is a felkészülésemet úgy menedzselni, vagy a logisztikát kialakítani, hogy belevigyem a saját kreativitásomat is. Úgyhogy szerintem a sokszínűsége volt az, meg a komplexitása volt az, ami úgy az embereknek megtetszett az öttusában. Tart-e és ha igen, meddig még a pihenőidő, vagy már elkezdődtek a tréningek? 2 hónappal ezelőtt volt ugye az olimpia augusztusban. Kaptam egy hónap pihenőt, szeptember 11-ig, és szeptember 11-től kezdtem el a munkát. Úgyhogy a 11. és napok azok mindig ilyen jelesek. És igen, most már beleálltam a munkába, elkezdtem a felkészülést az új sportágra. Mellette meg egy új rész lépett be az életembe, ugyanis a lovaglást, mint hobbi elkezdtem űzni, illetve lótartó is lettem. Úgyhogy nagyon-nagyon jól megélem ezeket a napokat, hogy már túl vagyok egy olimpián, pihentem is, és már elkezdtem motiváltan a felkészülést is. A roadshow Miskolci állomásán rendkívül népszerű volt az akadálypálya gyermekeknek készített verziója. De hogyan haladt, hol tart Blanka az új tusával az OCR-rel történő ismerkedésben? Az volt a koncepció, hogy először megerősítjük a felső vállalmat, vagy kórizmokat úgy funkcionálisan, mert azért csak már egy 25 éves szervezetről van szó, nem erre vagyok berendezkedve. És az, hogy csökkentjük a kockázatát a sérülésnek, az legfőképp azzal tudjuk, hogy a gyógytornát erősítő edzéseket elkezdtem. Nem mondom, mert már ismerkedtem az elemekkel, az OCR elemekkel, de még ilyen gyorsan nem mentem még egy pályán sem, hanem tényleg ez szisztematikusan fel van építve. Igyekszem tudatosan edzeni erre a számra, és azt mondom, hogy egy új izgalom, egy új kihívásként tekintek rá, és egyelőre egyébként tetszik, hogy megvan az életemben a lovaglás is, de most már elkezdtem ezt az új sportágat is behozni.
Mi a magunk részéről pedig annak örülnénk a legjobban, hogyha Blanka lenne az az öttusa olimpikon, aki a következő Los Angelesben esedékes ötkarikás játékokon sikerével behozná újra a köztudatba az immár új tusával esedékes öttusát.